Hát igen, úgy kell figyelni, de ezt is megmozgatni egy kicsit, és egyből megenged a gurtnit, jössz haza, mi meg menjünk a startgépbe a dalármival. Szépen kövesd ott mögötted. Ajde, noinkön a dalármi orszigna. Ilyen kellemes időben vagyunk, nagyon örülünk neki. Ömlik az eső, de dolgozunk muszáj, úgyhogy nincs kegyelem. Kénytelenek vagyunk. Nem sokára érkezik Pivaladíva, aztán érkezik Dalármi Noinkön, és Orszigna. Hát szarrázik a telefonom, úgyhogy nem is tudom, meddig tudom majd használni. Ilyen állapotban vagyok, így beöltözve tegnap. Szétbasztam magam. Bibus mama. Mivel a díva? Hát nem mer az ember többet sem menni. Ez a látkép. Most beálltam egy akácfa alá. Hát körbe megyünk a gyöpön, és egyenesbe kisomogta egy ilyen vadász szusszanost. Feljövünk. Más nem tudunk. Homok. Homok nem lenne annyi. Hát biztos nem jó. Csak hát 200 méterenként áll benne a víz, az se jó. Megy a homokon, a mocsárba, aztán bele még vízbe. Teljes az alkalmatlan olyanra, lassú kentrére, oké, de galopra, ilyesmire nem alkalmas. Ha még egyszer megmondom, így vagyok. Így beöltözve, és emlik. Jó, hát ott nem tudjuk elriasztani, hogy beöltözök és elállt. És így nem is kéne, annyi a cucc rajta, nem. Meg mindjárt jönnek is a lovak, úgyhogy nem bírok pisilni. 8 kávé után vagyok. Hát előveszem a telcsét, de nem tudom, meddig fogja bírni ez a izé. Noinkön kívül, belül Pavel Csődike. Kurva anyját nem ment rosszul. Hopp! Orszigna is. Jó. Nem ment rosszul Dalármi a kurva anyját. Hát én nem tudom, mi van itt. Most oké. Azt mondom, hogy oké. Na jó.